vállalásokra továbbhárít. Mirkóczki Ádám az energiaválság miatt kialakított javaslatcsomagjára több intézmény és politikus is reagált. Hasonlóan tett dr. Pajtó Gábor, a térség országgyűlési képviselője is, akik közösségi oldalán fejezte ki véleményét a csomaggal kapcsolatban. A képviselő szerint Mirkóczki Ádámot a jó szándék vezérelte a javaslatok megfogalmazásakor, de véleménye szerint további egyeztetésekre van szükség az érintett intézményekkel. A bérleti díjak azok az EVAD költségvetését fogják döntően érinteni, tehát az érintetteket be kell vonni ebbe a döntéshozatalba, ebbe az elemző folyamatba, mint ahogy a színházaknál is. Tehát ott van egy közös fenntartás. Tehát nem lehet megkerülni a fenntartásban érintett minisztériumokat, az álláspontját, és arról nem beszélve, hogy tényleg egy olyan ugrásra kész állapotba kell lenni, hogy ha változik valami, ahhoz tudjunk igazodni, tudjanak alkalmazkodni, akár még úgy is, hogy a kormányzat ad majd kompenzációkat. És akkor még nem beszéltünk természetesen olyan szegmensekről, amik Eger életében, Eger kulturális életében, sport életében meghatározó civil szervezetek. Dr. Pajtó Gábor szerint az objektív helyzetértékelés minden érintett számára előnyös és fontos, hiszen megalapozott döntéseket csak így hozhatnak. Közösségi oldalán azt írta, a legfontosabb feladat, ami a közgyűlés előtt áll, hogy a városi közszolgáltatásokat biztonságosan működtetni tudják, ugyanakkor visszafordíthatatlan kárt nem szenvedhet a sport, a kultúra és a civil szféra. A bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésének értékelésénél a kétszer mérni, egyszer vágni elvet kell alkalmazni. Posztját így zárta, a személyes érdekek által vezérelt politikai paktumok ideje lejárt.